Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. Éppen 3 hete állt munkába Debrecen új kultúráért felelős alpolgármestere, aki azóta szinte folyamatosan jelen van különböző kiállítás megnyitókon, kulturális rendezvényeken, sőt a nevelés módszertani konferencián is részt vett. Mondhatni belevetette magát a munkába. Most a Magyar Kultúra Napja apropóján beszélgetünk a debreceni kulturális életről. Vendégem Puskás István kultúráért felelős alpolgármester. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Na hát nagyon úgy néz ki, hogy sikerült akklimatizáló átállni az olasz életmódról, itt egy kicsit a magyarra, mert hogy tényleg azt látjuk, hogy folyamatosan jelen van Debrecen rendezvényein, de gondolom ezt így is tervezte. Természetesen, így terveztem, és már az éveleje óta Debrecen tényleg a január 1-i újévi koncert óta abszolút kínálja is ezeket a lehetőségeket. Ez is mutatja, hogy mennyire gazdag és mennyire színes a város kulturális élete, hogy már ebben a holt szezon időszakban is a karácsonyi, szilveszteri ünnepek utáni kicsit lustább néhány hétben is számos olyan rendezvény zajlott a városban, amely figyelemre méltó. Na és mit tapasztalt, tényleg mennyire elégedett azzal, amit lát, esetleg olyan szemmel nézi, hogy tényleg hol lehetnek kitörési pontok, lehetőségek, mennyire elégedett, akár röviden így is kérdezhetném. Természetesen ezzel a kritikus szemmel megyek el rendezvényekre. Meglátom mindenképpen az erényeket, az előnyöket, az eredményeket. Ha már a neveléstudományi konferencia például az egy nagyon és szó szerint szívmelengető élmény volt, azt láttuk, hogy ahol azt lehetett látni, hogy a legkisebbekkel, az óvodás korosztállyal, vagy a kisiskolásokkal törődés, foglalkozás, az ő kultúrá felé orientálások is milyen izgalmas módokon történik ma Debrecenben is, és országszerte. Ugye ez egy országos konferencia volt, amit az EMMI szervezett, és nyilván nem véletlenül Debrecenben, azt gondolom, hogy ez a Debrecenben zajló eredményes munkának az elismerése is volt tulajdonképpen. Annak a munkának, ami egyrészt megnyilvánul infrastruktúrális fejlesztésekben, ugye az utóbbi időben szármas óvoda újult, vagy újul meg a városban, de nyilván ezek a megújuló terek csak akkor működnek igazán hatékonyan, hogyha jó minőségű szakmai munka is zajlik bennük, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon lelkesítő volt azt tapasztalni, amit egyébként néhány évvel ezelőtt szülőként is megtapasztaltam, hogy tényleg milyen jó kezekben vannak a legifjabbak a debreceni óvodákban, vagy iskolákban is, hiszen olyan érzékeny és nagyon kortárs módon foglalkoznak velük a pedagógusok, amelyek tényleg segítik őket, és nem csak őket, hanem rajtuk keresztül a családokat is abban, hogy a kortárs kultúrával, illetve a kulturális értékeinkkel találkozzanak. De ott is arról a példáról beszéltünk éppen, hogyha az óvodában kortárs magyar írók gyerek verseivel, vagy gyerek szövegeivel, regényeivel találkozik egy kisrác, és azt hazaviszi, akkor ezzel keresztül alkalmat ad, vagy lehetőséget ad a szülők számára is arra, hogy a kortárs irodalommal találkozzanak. Úgyhogy ez a fajta munka, vagy éppen, hogyha a modembe elmennek egy gyerekfoglalkozásra, akkor ez az esemény, ez nem csak a kicsik, hanem a szüleik számára is fontos kulturális tájékozódási pont. Most, ha megengedi, akkor itt le is ragadnánk egy picit ennél a témánál, már csak azért, mert ez tényleg érdekes, hogy olyan milyen korosztálynál kell elkezdeni a kultúra megismertetését a gyerekekkel, vagy megkedveltetését, ha úgy tetszik, akár ez a debreceni kulturális stratégia része is lehet, hogy a fiatalok felé hogyan lehet nyitni, hogyan lehet még inkább megnyitni előttük a kultúra világát. Önnek van erről mondjuk olyan markáns véleménye, hogy mondjuk ez a rendszer, ami most van, ez így működik, vagy ehhez képest látott mást Olaszországban, amit még be lehet nevezni? Hol tartunk ebben a folyamatban? Természetesen számos jó gyakorlatot tud az ember a világban találni, amit hazahozhat. Mindig arra kell figyelnie ekkor, hogy mennyire tud szervesen beépülni egy ilyen máshol jól működő akár rendezvény, akár intézmény, akár a kultúrának bármiféle szervezési vagy megnyilvánulási módja egy helyi közösségnek az életében mennyire tud részesévé válni hagyományoknak, vagy mennyire idegen testként működik. Tényleg ezzel kapcsolatban nagyon izgalmas tapasztalatok is tudnak születni, hogy mennyire másképp működik a neveltetésünk, történelmi hagyományaink, kulturális hátterünk miatt a kultúra, éppen akár a fiatalok kultúrája. Bár hozzáteszem, hogy ezen a területen azért
ez az a terület, az ifjúsági kultúra az a terület, ahol a, mondjuk így a globalizáció leginkább érezteti a hatását. Itt a legkisebb a különbség, ennek minden pozitívumával és negatívumával együtt, itt a legkisebb a különbség a különböző nemzetek fiataljai között. Azt gondolom, hogy önkormányzatként pontosan az a felelősségünk és feladatunk, hogy ebben a globális és egyre inkább digitális, kulturális térben, amelyben a fiatalok élik az életüket, és ilyen módon kerülnek kapcsolatba a kultúrával, mégiscsak valahogyan megpróbáljuk átmenteni a hagyományainkat, értékeket tudjunk közvetíteni. De ezt olyan módon tegyük, ami tényleg élő és eleven, és tényleg aktívan része tud lenni egy új generáció kulturális tájékozódásának, és kulturális identitásának, és kulturális mindennapjainak. Mennyire nehéz megfogni a fiatal korosztályt, akkor most már nem az oldásokról beszélünk nyilván, hanem mondjuk, ha elmegyünk a tinédzserek felé, vagy nem tudom én, egyetemisták, fiatalok, akik valóban kezdik az életet, és hát ahogy szoktam mondani a polgármester is, hogy övék a jövő, tehát ez egy felelősségteljes vállalkozás, ugye, hogy ha jelenkori fiatalokat úgy neveljük, hogy aztán majd a jövőben felelősségteljesen tudjanak akár a debreceni értékekért tenni. Tehát ilyen szempontból mondjuk mit mondana, hogy lehet megfogni ezt a korosztályt? Vannak-e olyan kulturális ágazatok, eszközök, amikkel leginkább meg lehet őket szólítani? Ez egy nagyon izgalmas kihívás, nem mondanám problémának semmiképp se, de egy tényleg izgalmas kihívás és feladat. Mindannyian emlékszünk a saját magunk fiatal korára. Ez egy olyan generációs helyzet, egy olyan időszaka az ember életének, amikor természetszerűen éppen, hogy az új utakat keresi, és éppen a meglévő intézményrendszer a felnőttek világán kívül keresi saját magát, és szervezi meg a saját maga életét, de ez így is van, jól így megy előre a világ, hogy a mindenkori fiatalok megkérdőjelezik az apák világát, hiszen ebből születik majd tényleg valóban a jövő. Mi szülőként, gondos gazdaként valóban akkor járunk el jól, hogyha ezért mégis megpróbálunk valamilyen módon hatással lenni erre a folyamatra. Ha más nem úgy, vagy leginkább úgy, hogy olyan klímát teremtünk, olyan lehetőségeket teremtünk, olyan környezetet teremtünk, amelyben egy fiatal úgy érzi, hogy kellemesen és érdemben, és hasznosan, és kreatívan tudja tölteni az idejét, és tudja a saját maga kulturális orientációját, kulturális identitását megélni. Mert hogy éppen ezek azok a keretek, amelyeknek a révén be tud épülni aztán az ő kultúrájába, és ilyen módon a jövő felé közvetíteni tud bizonyos értékrendszer, amelyet mi az idősebb generáció tapasztalataiból, vagy tapasztaltságából adódóan fontosnak és érvényesnek tudunk gondolni. Nyilván ez egy nehéz dialógus, mert hogy éppen arról szól a fiatalság, hogy ezeket az értékeket részben megkérdőjelezi, de megint csak saját tapasztalatból tudom, hogy ha a megfelelő nyelven, így van a megfelelő csatornákon, ahogy ön is említette, közelítünk hozzájuk és kezdeményezzük ezeket a dialógusokat, akkor lehet, hogy nem is akkor, de később ezek az értékek azért megmutatkoznak, tehát be tudnak épülni a jövendő generációk életébe is. Hogy konkrét példákat is mondjunk, azt gondolom, hogy ebből a szempontból éppen a kultúra vagy a különböző művészeti ágak nagyon hatékony közvetítők tudnak lenni. Éppen egy olyan helyzetben, amikor mondjuk nem tudom, az iskolával szemben, vagy az iskolában az intézményes ismeret elsajátítással szemben egy fiatalnak vannak mondjuk így kétségei, vagy vannak bizonyos ellenállások. A kultúra tud az a terület lenni, ahol viszont egy más kapcsolatrendszeren, egy más szituáción keresztül tudnak ezek az értékek közvetítődni. Itt a zene, a vizuális művészetek, a vizuális kommunikáció általában annak a legkülönbözőbb ágai, a mozgóképtől, a filmtől, a kortárs képzőművészeten át, számos ilyen területet tudunk esetleg mondani, megközelítést mondani, ahol tényleg élő és a fiatalokhoz közel álló nyelven tud a kultúra közvetítődni és működni. Nekünk tehát azt gondolom, hogy az lehet a feladatunk, hogy megteremtsük azokat a lehetőségeket, amelyekben ezek a találkozások létre tudnak jönni,
és megteremtessük azokat a lehetőségeket, amelyekben a fiatalok a saját maguk kútra és kezdeményezéseit meg tudják valósítani. Erre egy remek példa lehet az országosan is egyedülálló kezdeményezés, ami ugye decemberben indult el Debrecenben, és amely a fiatalok zenei kulturális útkeresését segíti, azáltal, hogy egy tulajdonképpen az országos hangfoglaló programmal együttműködve egy tehetséggondozó programot indított el Debrecen. Egyelőre kis lépésekben, de hát ez a klasszikus mondás, kinek valakinek egy kis lépés másnak nagy lépést is jelenthet. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos első lépés, egy fontos jelzés a fiatalok felé arra, hogy a város intézményrendszere, az önkormányzat odafigyel rájuk, és igyekszik segíteni az ő tájékozódásukat és munkájukat. Akkor fogunk jól dolgozni, hogyha a kultúra minél több területén fogunk ilyen lehetőséget teremteni. A vizuális művészeteknél, nyilván a zenében ezt még inkább szélesre tárva. Egyébként még egy példa eszembe jut, hogy az Apollo moziban zajló remek kisfilmes kezdeményezés, ami éppen nem a profik számára kínál, hogy egy ilyen fesztivál környezetben egy bemutatkozási, megmérettetési első lehetőséget. Ezeket a helyzeteket kell tovább szaporítanunk. Vannak már meglévő jó gyakorlataink is, és mint ugye éppen ez a zenei tehetséggondozó program mutatja, folyamatosan nyílnak ezek az új utak, új lehetőségek, és tényleg azon vagyunk, hogy a jövőben minél több ilyen ajánlattal éljünk a fiatalok felé. Vannak már egyébként olyan fókuszterületek a fejében, amire tényleg koncentrálni kellene, vagy szeretne a jövőben? Ugye nyilván 3 hét alatt valamilyen szinten sikerült feltérképezni, de maximálisan biztosan nem. Ugyanakkor voltak már olyan karakteres mondatai, például az irodalmat, az biztos, így hogy van. Az irodalmi életet erősíteni szeretné Debrecenben, tehát akár ez már egy konkrétumnak vehető? Így van. Konkrétum. Erre ebben az évben meg is találtuk azt a konkrét momentumot, azt a konkrét eseményt, vagy helyzetet, amivel ezt el tudjuk kezdeni építeni. Ugye idén 100 éves a magyar irodalom Debrecenhez kötődő egyik emblematikus regénye, a Légy jó, mint halálig, ami nyilván sokunk számára, vagy a nézők közül is sokak számára, mint kötelező penzum, mint kötelező olvasmány él. Azonban most újra olvastam a napokban, azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút élő módon tud szólni a ma emberéhez is, és az pedig, hogy Debrecenben játszódik, és ugye a regényt olvasó, hogy már felnőtt fejjel a városi terekben mozogva, ilyen módon virtuálisan mozogva a városhoz való viszonyunk jelenik meg újra. Ez egy különösen érdekes szituáció, úgyhogy ebben az évben többször, és mondhatom azt rendszeresen és a legkülönbözőbb módokon, akár tényleg szó szerint élővé téve és játékos módon fogunk majd beszélni a Légy jó, mint halárigról. És ehhez kapcsolódva egyáltalán a Debrecen irodalomnak arról a sajátos jelenségéről, ami a város egy nagyon fontos értékéhez, az oktatáshoz, az iskolarendszerhez kapcsolódik, hiszen ugye a magyar irodalomnak egy másik ilyen szempontból kiemelkedő munkája az Abigailis, ugye a mi regényünk, mondjuk így. A Szabó Magda emlékét, a Szabó Magda munkásságát feldolgozó, tematizáló, nem csak a város felé, hanem a városon kívül is megmutató munkát is tovább fogjuk mindenképpen folytatni. Szabó Magda, ha úgy tetszik, egy olyan fontos eleme a városbrandnek, ami nemzetközileg is érthető, értelmezhető, hiszen a világ legnagyobb nyelveire került lefordításra, és mind a mai napig folyamatosak a megjelenések, folyamatos a jelenléte az országhatárokon kívül is. Ez egy olyan elem, amire mindenféleképpen építeni fogunk, illetve fogjuk bővíteni azoknak a szerzőknek, azoknak a műveknek, azoknak a teljesítményeknek a körét, amelyek bemutatásra méltóak, érdemesek, illetve segítenek nekünk a debreceniségünk megfogalmazásában és megélésében. Akkor itt a központban a debreceniség lesz, tehát így nem van, a debreceni kötődés mondjuk alkalomattány szerzőnél, hanem a debreceniség, ami megjelenik a művekben. Inkább ha már az oldalon... külföldi tapasztalatokról beszéltünk az előbb, én azt gondolom, hogy a magyar irodalomnak és a magyar kultúrának egy nagyon fontos lehetősége, amit nem játszunk ki, nem használunk el, az éppen a lokális
jelleg. Ez nálunk sajnos egy ilyen pejoratív vidékiségként értelmeződik nagyon gyakran, holott ez egy nagyon fontos kulturális értéke a nemzeti kultúrának is. Az, hogy nem csak nemzeti keretekben gondolkozunk, hanem a nemzeti, hanem úgy is megközelítjük a nemzeti kultúrát, hogy az lokális kultúráknak a sokszínűségéből épül fel. Debrecenben minden adottság megvan ahhoz, hogy erre nagyon erőteljesen építsünk. Történelmi hagyományainktól kezdve, hogy a református respublikánktól kezdve a partikula rendszer hálózatán keresztül egy olyan regionális és lokális kulturális identitással rendelkezik a város, ami nagyon hasonló azokhoz a külföldi jó példákhoz, jó gyakorlatokhoz, amik az én fejemben vannak, és amelyek szerintem mindenféleképpen egy nagyon fontos felhajtó erői lehetnek a nemzeti kultúrának is. Úgyhogy erre mindenképpen erre mindenképpen építenünk kell még jobban, azon túl, hogy ugye ez a mi identitásunknak is a része, hiszen mi civis városként, kálvinista rómaként, tehát tipikusan egy ilyen lokális formában határozzuk meg magunkat, de ennek a jellegnek az erősítése, ezen értékeknek a tudatosítása és még inkább a mindennapjaink részévé tétele, ez nem csak a mi életünket, a mi kultúránkat, hanem a nemzeti kultúrát is fogja gazdagítani. Ugyanakkor ez egy komoly kihívás lehet, hogyha mondjuk visszatérünk a fiatalokhoz, akikről ugye manapság egyre inkább az a kritika, hogy kevésbé olvasnak, az irodalmat fogyaszthatóvá tenni, azt gondolom nem egyszerű, főleg a klasszikus irodalmat. Így van, hát ez nyilván ez egy olyan terület, ami ez, nálam sokkal jobban értők is sokat törik a fejüket, ugye éppen mondjuk a neveléstudománynak, vagy akár a tudományelméletnek a szakértői, hogy hogyan lehet tudományt, tudást közvetíteni, műveltséget közvetíteni egy megváltozott értékrendben, egy folyamatosan változó mediális közegben. Azt gondolom, hogy mondjuk éppen azzal, hogy kicsit kimozdulunk ezekből a nagyon kötött keretekből, ezekből a szituációkból, és mondjuk, ahogy említettem, játékos formában, erről még most ebben a pillanatban hagyd ne mondjak többet, mert hamarosan reményeim szerint konkrét programokat is fogunk tudni majd mutatni, hogy ezt hogyan gondoljuk el, de mondjuk egy oldottabb, kötöttebb, nem feltétlenül az olvasáshoz szorosan fűződő, de mégis hatékony módon, egy ilyen értelemben kötetlenebb formában fogjuk ezeket a történeteket megpróbálni elmesélni, vagy megmutatni, és átélhetővé tenni az emberek számára. Ez talán lehet egy út, lehet egy érv amellett, hogy ezeket a porosnak tűnő klasszikusokat is érdemes újra kézbe venni, mert hogyha nem poros klasszikusként nyúlunk hozzájuk, akkor bizony tényleg tudnak relevánsak lenni, tudnak élők lenni, meg tudnak szólalni a mi számunkra is. Hogyha az egyéb művészetekről beszélünk, itt ugye most hirtelen a színház, ami első körben az eszembe jut, ugye tudjuk, hogy infrastruktúrális fejlesztések lesznek a Csokonaiban is, és szerencsére most már Latinovics is elkészülhet. Egy picit azt lehet mondani, hogy több rétűvé válhat Debrecenben a színjátszás, gondolom én. Ezzel kapcsolatban mennyire állt már össze esetleg az a koncepció tényleg, hogy néz majd ki a színházi kínálat Debrecenben? És akkor ugye még az egyéb kezdeményezésekről nem is beszéltünk, lakásszínház, ami most már beköltözött ugye a Debreceni Egyetemre. Tehát van ilyen szempontból is élet a városban, ennek hol lehet a helye az ön elképzelései szerint? Valóban a színház az hiszem egy kifejezett sikertörténete az utóbbi néhány évek kulturális életének Debrecenben, hiszen egy sor olyan folyamat indult el, ami remek perspektívákkal kecsegtet a jövőre nézve. Nagyon fontos eredmény az, hogy nem csak a Csokonai Színház, tehát nem csak az intézményes színjátszás van jelen már a városunkban, hanem a lakásszínház remek kezdeményezésén keresztül egy teljesen másfajta, úgy tetszik, vállalkozói aspektusa is él a színháznak, de tegyük hozzá, hogy újra egyre élénkebb életet él az egyetemi színjátszás is, és egyre inkább részese az egyetem keretein kívül is a város kulturális életének, úgyhogy egyre sokszínűbb
paletta az, amiben az előadó művészet, a színház művészet éli az életét Debrecenben, és minden bizonnyal a remélhetőleg tényleg most már belátható időn belül elkészülő nagy felújítások, illetve a Latinovics Színháznak az elkészülte olyan lehetőségeket fog kínálni, ami még tovább fogja szélesíteni. Mi Gemza Péter igazgatóval nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sokat gondolkodunk arról, hogy hogyan tovább, és tényleg az lelkesítő azt látni, hogy ő és a csapata tényleg nagyon intenzíven és nagyon tudatosan építi a színháznak a jövőjét. Minden reményünk megvan arra, hogy mire ezek az épületek elkészülnek, tényleg egy európai nemzetközi kontextusban is izgalmas és tényleg egyedi profillal rendelkező színház folytassa a működését, amely egy több profilú és ilyen módon tényleg egy kifejezetten izgalmas színház tud majd lenni. Legkülönbözőbb közönség igényeket, a legkülönbözőbb színházzal kapcsolatos elvárásokat is tudja majd teljesíteni. Egyszerre tud majd egy tradicionális népszínházi munkát folytatni, másrészt erősen jelen lesz a kortárs, akár kísérletező színház életben, de mondjuk olyan egyedi profilokkal is, mint a Nemzeti Színház jellegből fakadó profilok, mondjuk az opera jelenléte is minden bizonnyal még tovább fog épülni és tud majd frissülni, de igazgató úr elgondolásai, szándékai, egyéb területek meghonosítása felé is mutatnak. A tánc, a kortárs tánc és egyáltalán a mozgás és a testnek a karakterét tovább erősíti a színházban. Egyébként, ha már a fiatalokkal való kapcsolattartás és az új kihívások, ezt azért is gondolom különösen fontosnak, mert ma, amikor egyre inkább a digitális térben éljük az életünket és a felnövekvő generációk ezt még inkább megteszik. A test-test közötti találkozásnak, a test élményének a megélése az egyre inkább fel fog értékelődni, és a színház ebben akár ugye az erre való nevelésben is nagyon fontos szerepet fog majd tudni betölteni, sőt, mindenképpen kell, hogy betöltsön majd a jövőben, hiszen a színház az egy olyan médium, amikor tényleg a képernyő két dimenziója helyett közvetlen fizikális találkozások tudnak létrejönni ember és ember, tényleg szó szerint test és test között. És az, hogy egy fiatal generációnak milyen lesz a viszonya a saját testéhez, a másik ember fizikai valójához, ebben például a színháznak nagyon aktív szerepe lesz majd, azt gondolom, a jövőben is. Valóban például ezen a területen már van egy tudatos munka, tudatos gondolkodás és építkezés. A világában ez tényleg egy érdekes kihívás lehet, mikor tényleg személyesen már nem is beszélgetnek, nem hogy találkoznak, így vagy érintkeznek a mai fiatalok. Én nem akarok minden művészeti ágazaton végigmenni, viszont a zenéről, ha megengedi, kérdezik, mert csak azért is, mert Debrecen ugye ilyen szempontból is speciális, mert a Kodály filharmonikusoktól kezdve egészen a tankcsapdáig tényleg nagyon sokféle is színvonalas zenét lehet találni ebben a város. Ezzel kapcsolatban van-e már bármiféle elképzelés, hogy a zenei életet mennyire kell felkarolni, városvezetői szinten működik-e, ha csak a Kodályra gondolunk, ugye nekik már régóta dukálna egy hangversenyterem, amiről már volt szó korábban is, hogy majd előbb-utóbb lesz, erről van-e bármiféle elképzelés? Nagyon határozott elképzelések van, nem is kérdés, hogy így van, a zene az a debreceni kulturális életnek egy nagy erőssége, és tényleg olyan sokszínű módon működik, ami a legkülönbözőbb közösségek számára tud kínálatot adni, illetve nem is csak kínálni programokat, hanem tudja kínálni a zene megélésének a lehetőségét. Gondoljunk itt akár egyébként a rocksulira is, ami szerintem egy nagyon fontos értéke Debrecennek. A városvezetés akkor működik jól, így van, hogyha ezekre odafigyel, és nagyon gyakran akár csak olyan munkát is elvégez, hogy ezt a fajta figyelmet megmutatja, illetve segít abban, hogy ezek a teljesítmények akár a város lakossága, akár a külvilág felé minél inkább meg tudjanak mutatkozni, vagy éppen azon dolgozik, hogy ezek a teljesítmények eljussanak a város határain kívül is. Ebben például nem csak mondjuk a tankcsapda, ami ugye a maga jogán és a maga módján abszolút része
immár az ország rock történetének, de mondjuk a Kodály filharmonikusok és a Kodály kórus sok nemzetközi szereplése is már remek jó gyakorlatokat adnak erre. De természetesen mindig kell tovább dolgozni, tovább fejlődni. A hangversenyterem történet is abszolút mondjam, élő, és ez nem felejtődött el, hanem ezen az önkormányzat folyamatosan dolgozik, hogy megteremtse ezen létesítmény megteremtésének a feltételeit. De megint csak nem akarnék nagyon előre szaladni, de remélhetőleg a közeljövőben lesz néhány olyan bejelentésünk, amik a zene területén további izgalmas, érdekes, nemzetközi szinten is értelmezhető programok elindítását fogja majd jelenteni. De ne felejtkezzünk el az apró lépésekről sem, ugye nem csak ezekben a nagy teljesítményekben, nem csak ezekben a kiemelkedő eseményekben éli a város a kulturális életét, jelen esetben a zene életét. Éppen ez a tehetséggondozó program, vagy a Rocksulinak a fejlesztése, új reményeink szerint új közösségi tereknek a zene számára, vagy a zene iránt érdeklődők számára megnyíló új közösségi tereknek a létrehozása jelentheti majd azoknak a hétköznapoknak a színesítését, amely hétköznapok elengedhetetlen feltételeit képezik a nagy teljesítményeknek, a kiemelkedő eseményeknek. Éppen ugye a zeneművészeti felújítása is egy ilyen fontos esemény volt, hiszen ugye a zenei oktatás megfelelő kereteinek a biztosítása, megfelelő színvonalának a biztosítása, az záloga annak, hogy nagy teljesítmények és nemzetközileg is érdekes produktumok meg tudjanak születni Debrecenben. Na hát itt tényleg minden területen, amiről beszéltünk eddig, vannak érdekességek, és ahogy ön sejtette, lesznek is majd bejelentíteni valók, úgyhogy erre nyilván vissza fogunk térni. Egy záró kérdés, ha már így végigmentünk ezeken a területeken, hogy képzeli el Debrecen jövőjét kulturális szempontból? Ha már arról beszélünk, és ezt kommunikálja is a városvezetés, hogy regionális vezető szerepet szeretne betölteni kulturális területen is a város. Egy fő profil, vagy mondjuk tényleg minden területén a kultúrának erősíteni kell? Azt hiszem, hogy van annyira izgalmas és sokrétű a város kulturális intézményrendszere és kulturális élete, hogy ne egy profilt emeljünk ki ezek közül, és hát hogyha a regionális szerepben gondolkodunk, az azt is jelenti, hogy a lehető legtöbb területen legyünk aktívak regionális szinten is, és legyünk aktív közvetítők, ahogy tetszik, a nagyvilág és a régiónk között. A Debrecennek ez egy nagyon fontos hagyománya, mindig is ellát ezt a közvetítő szerepet. Viszont akkor leszünk igazából hatékonyak, ha ezt a közvetítő szerepet két irányúvá tesszük, vagy még inkább két irányúvá tesszük. Tehát nem csak abban segítünk, hogy a nagyvilág történései eljussanak a városba, illetve a régióba, hanem fordítva is segítünk, olyan lehetőségeket teremtünk, amelyeken keresztül a város, illetve a régió utakat talál a nagyvilág felé. Hogyha a Debrecent egy jövő felé nyitott és a jövő építésén aktívan tevékenykedő közösségként gondoljuk el, akkor ezeket az energiákat mindenféleképpen mozgósítanunk kell. Valóban nekünk is tevékeny részeseivé kell, hogy váljunk a jövő építésének. Ha lehet profilról beszélni, akkor azt gondolom, hogy ez lehet az a profil, amit meg kell fogalmaznunk és fel kell építenünk. Tehát egy olyan Debrecent gondolok én el a kultúrában és egyéb területekben, ami tényleg aktív és cselekvő részese a jövőnek, a jövő építésének. És ahogy azt talán már az előző beszélgetésünkben, az előző találkozásunkon is mondtam, nem elszenvedője ezeknek a változásoknak, hanem a maga lehetőségei, a maga erőforrásai révén, de valahogyan alakítója is, vagy legalábbis aktív részese ezeknek a folyamatoknak. Na hát, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és akkor szerintem abban megegyezhetünk, hogy ha meg lesznek ezek a bejelentések, akkor folytatjuk a beszélgetést. Mindenképpen, nem is kérdés. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a Közügy mára. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra. We'll be right back.